Még mindig a család? A kormány 2010 óta közel duplájára növelte a családtámogatásra szánt forrásokat. Beruházások apadjon, mintegy 900 millió forintból tudott fejlődni a Szabolcs megyei község 2018-ban. Tüntetés. A munkaidőkeret emelés ellen több város után a Szabolcsi megye székhelyen is tiltakoztak a dolgozók. A családbarát ország megteremtése a cél, hangsúlyozta a család és ifjúságügyért felelős államtitkár csütörtök este Máté Szalkán. A Kölcsey televízió iradóját látják. Köszöntöm Önöket! Novák Katalin a Még mindig a család című programsorozat záró rendezvényén kiemelte, a kormány 2010 óta közel duplájára növelte a családtámogatásra szánt forrásokat, a különböző szociális, szabadidős és gazdasági programokkal pedig erősítik a családbarát ország képét. Az államtitkár úgy fogalmazott, intézkedéseikkel a népességfogyás megállítását és a gyermekvállalást is segíteni szeretnék. 2018-ban a családokat ünnepeltük, de a családok évét követően jövőre is folytatódnak a családokat segítő intézkedések. Ezeket Novák Katalin, család és ifjúságügyért felelős államtitkár mondta Máté Szalkán, a Még mindig a család című programsorozat záró rendezvényén. A politikus kiemelte, jelenleg is zajlik a családokról szóló nemzeti konzultáció, melyet már több mint 1 millióan töltöttek ki. Novák Katalin hozzátette, a válaszok alapján a magyar emberek által megjelölt úton folytatják majd a megkezdett munkát. Szeretnénk, hogyha erre felhatalmazást kapunk lépni a főállású anyaságnak a vonatkozásában, szeretnénk a fiataloknak az életkezdését, a családalapítás előtti időszakot, illetve a családalapításnak az időszakát is az eddiginél is jobban segíteni. Szeretnénk a munka és a család egyensúlyának a kialakításában még további segítséget nyújtani az édesanyáknak, és egy olyan tervünk is van, hogyha erre kapunk felhatalmazást, hogy azokat az édesanyákat, akik legalább 3 gyermeket vállaltak már, valamilyen formában élethosszig tartó támogatással is segítsük. Ezek mind ott vannak a tarsolyunkban, várjuk most a felhatalmazást a magyar emberektől, a visszajelzést, hogy ők egyetértenek-e ezekkel a döntésekkel, ezzel az irányjal. Novák Katalin azt is kiemelte, a fiatalok támogatása során fontos, hogy a vidéken is perspektívát tudjanak mutatni számukra, ezzel segítve helyben maradásukat. Ehhez munkalehetőséget kell teremteniük, és elérhetővé kell tenni számukra a minőségi szolgáltatásokhoz való hozzáférést is. Egy dolgot direkt nem soroltam föl, mert ezt külön szeretném kiemelni, az otthon. Tehát, hogyha segítjük a fiatalokat abban, hogy önálló, saját otthonuk legyen, egy saját tulajdon, ahol élni tudnak, ahova gyereket tudnak vállalni, akkor az már mindjárt egy komoly lépés, egy komoly segítség, támogatás ahhoz, hogy a közös életüket el tudják valahol indítani. És bizony ezt könnyebb megtenni Budapesten kívül, mint Budapesten, hiszen ott sokkal drágábbak az ingatlanok, ezért is vezetjük majd be a vidéki falusi csokot, és ezért is indítottunk olyan kezdeményezéseket. Van egy Esély Otthon című programunk, ami kifejezetten arról szól, hogy azokon a településeken, ahol egyre kevesebb a fiatal, ahol egyre idősebb a lakosság, ott is legyen perspektíva a fiatalok számára, legyen munkájuk, legyen otthonuk, legyen hol élniük és gyerekeket nevelniük. Az államtitkár hangsúlyozta, 2010 óta duplájára emelték a családtámogatási forrásokat, ugyanakkor leszögezte, a kormány szándéka az, hogy ezeket munkához kötik. Novák Katalin a népességfogyásra is kitért, mint mondta, a támogatásokkal a gyermekvállalást is ösztönözni kívánják, a kormány feladata ezt segíteni, ám a gyermeknevelés mindig a szülők felelőssége. Mintegy 900 millió forintnyi fejlesztés történt ebben az évben Apagyon. A mezőgazdasági szakemberek számára hűtőházat építettek, egy helyi piac kialakítását is elkezdték, kondiparkot adtak át, és az általános iskola is korszerűsödött. A község egy több mint 300 millió forintos top forrásból ipari területet fejleszt a jövőben, amely a munkahelyteremtést is elősegíti majd. A 2018-as év a fejlesztések tekintetében nagyon sikeres volt Apagyon. A terület és település fejlesztési operatív program a község beruházásait is nagyban segítette. Energetikai fejlesztés valósult meg a polgármesteri hivatal, az idősek otthona és az orvosi rendelő épületében. A felújításnak köszönhetően nyilászárókat cseréltek, külső hőszigetelés történt, korszerűsödött a fűtési rendszer és napelemek kerültek az épületekre. Ennek az értéke 139 millió forint.
Ezen túlmenően pedig helyi gazdaságfejlesztési program keretében építettünk egy kis hűtőházat manipulálóval. Itt is a önkormányzat által megtermelt termékeknek a tárolására, illetve lehetőség van az, hogy bárki a mezőgazdasági termékeit bérleti formában elhelyezhesse ebbe az épületben. Ezen túlmenően is vannak még kisebb beruházásaink, amit saját forrásból elkezdtünk egy helyi piacnak a megépítését. Saját forrásból a sportpálya mellett egy kondiparkot is épített az apagyi önkormányzat. A TOP pályázati forrásából további 339 millió forintot nyert a település ipari terület fejlesztésére. Ennek a közbeszerzési eljárásai már elindultak. Ez a jövőben a munkahelyteremtést is elősegíti majd. A megyei önkormányzat gesztorságában Apagy is része egy turisztikai projektnek. Ennek köszönhetően 106 millió forintból fejlődhet a helyi kenderáztató horgásztó. Egy LIDAR pályázatot is beadott az önkormányzat. A polgármester úgy véli, ez is pozitív elbírálást kap majd. Egy szabadtéri központot szeretnének létrehozni a település központjában. A tankerület beruházásában az Apagy Izrényi Ilona általános iskola is megújult. 39 millió forintos összegből nyilázárókat cseréltek, korszerűsítették a fűtési rendszert és a tornaterem padlóját újították fel. 800-900 millió forintot elér, és én mondom, hogy ilyen nagyságrend település életében ez egy óriási fejlesztési lehetőség, és hát úgy mondom, olyan célokra sikerült felhasználni, ami később bevételi forrás is lehet az önkormányzat részére, mindamellett, hogy egy olyan vagyonnal gyarapodott, ami nem csak forgalomképtelen, hanem forgalomképes vagyontárgyakkal is, egy olyan közel 400 millió forintos nagyságrendben. Apagy lakosságának száma az utóbbi három évben közel 200 fővel növekedett. A nullától három éves korúak létszáma a 72 főt éri el jelenleg, a korábbi 40-nel szemben. Ezért a település a jövőben a bölcsőde programba is csatlakozna, és a meglévő intézmény bővítésére pályáznak majd. Kis István hozzátette, az a fiatal réteg, akire hosszabb távon is tudnak számítani, az elmúlt időszakban egyre jobb közösségé formálódott. A helyi vállalkozásoknak köszönhetően egyre több ember tudnak foglalkoztatni, és a megye székhely közelsége is segít abban, hogy helyben tartsák a fiatalokat. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kezdeményezésére a Magyar Országgyűlés elfogadta az illegálisan kialakított kutak bírságmentes fennmaradására korábban 2018. december 31-ig szóló időpont 2020 végéig történő meghosszabbítását. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara még 2016-ban kezdeményezte azt a törvénymódosítást, amely engedné, hogy az illegálisan kialakított kutakat bírságmentesen lehessen engedélyeztetni az illetékes vízügyi hatóságoknál. A 2016-ban életbe lépett moratóriumot megelőzően azt a vízhasználót, aki vízjogi engedély nélkül hozott létre vízkivételt biztosító létesítményt, a vízügyi hatóság kötelezhette a kivitelezés megszüntetésére vagy felfüggesztésére, illetve magának a kútnak az átalakítására és indokolt esetben annak megszüntetésére. Ezen kívül akár 1 millió forintig terjedő bírságot is ki lehetett szabni a vétkesre. A 2016-ban indítványozott törvénymódosítás, amellett, hogy eltörölte a fentiekben részletezett szankciókat, lehetővé teszi, hogy a legálissá vált kutak tulajdonosai Európai Uniós pályázatokon is indulhassanak. A MOL bruttó 2 forinttal csökkentette a gázolaj literenkénti nagykereskedelmi árát pénteken. A 95-ös benzin ára nem változott, számolt be az MT. A mérsékléssel a gázolaj átlagára literenként 391 forint lett, a benziné 351 forint maradt. Az árak legutóbb december 5-én változtak. A benzin átlagára 2 forinttal 351 forintra, a gázolaj átlagára pedig 6 forinttal 393 forintra csökkent akkor. Az autósok 50 forintos különbséget is tapasztalhatnak a töltőállomások árai között. Tüntetésszervezet pénteken a Vasas Szakszervezeti Szövetség Nyíregyházán a Debreceni út kivezető szakaszán déltől 16 óráig. Azért vonultak az utcára, mert a parlament még szerdán megszavazta a munkaidő keretemeléséről szóló törvényjavaslatot. Ennek értelmében 400-ra nőtt az elrendelhető túlórák száma. Az ellenzék által rabszolgatörvénynek titulált módosítás ellen több város után a Szabolcsi megyeszékhelyen is tiltakoztak. Hosszú kocsisor állt péntek délután a Debreceni úton. Az autók mellett magyar zászlóval vagy különböző feliratos táblákkal sétáltak a tüntetők.
A Vasas Szakszervezeti Szövetség által hirdetett demonstráción a munkaidőkeret emelése ellen tiltakoztak. Az eddigi 250, illetve 300 óráról 400-ra emelték a lehetséges túlóra számot. Erről szerdán döntött a parlament. A napokban több helyen is szerveztek már tüntetést, pénteken Nyíregyházán tiltakoztak a dolgozók. Rendkívül kevés munkabérrel dolgoznak a gyerekeink, nem jutnak lakáshoz, éjbérrel dolgoznak, éjjel-nappal. Például a gyerekem egy olyan külföldi cégnél dolgozik három műszakban, már ezelőtt is 6 napokat dolgozott. Most majd kíváncsi leszek rá, hogy hogy lesz. Legjobban az a fájó, hogy a magyaroknak ki kell menni ebből az hazából. Az én családomból 28-an vannak külföldön. Igen, a rabszolgabérért nagyon tiltakozni kell. Nem csak nekünk kellene, hanem az egész magyar népnek. Az ellenzék rabszolgatörvénynek titulálta ezt a módosítást, és így terjedt el a szóbeszédben is. A debreceni úton délután egy sávot foglalhattak el a tüntetők, de több autós is kiabált vagy dudált a sornak. A szakszervezet szerint a szimpátiájukat fejezték ki ezzel a sofőrök. Ez a 400 óra jelentheti azt, hogy egy szombat, tehát 50 szombatot, de nagyobb teher lesz azoknak a dolgozóknak, akik már most is 6+2-es munkarendben dolgoznak, és munkaszüneti napon is behívhatják őket rendkívüli munkavégzésre, és ha még ehhez képest még plusz 100 órát behívják őket dolgozni, akkor kérdéses az, hogy hogyan lesznek munkaképes állapotban. A Jobbik sajtótájékoztatót tartott a tüntetés helyszínéhez közel. Ott a párt megyei elnöke azt mondta, szerintük alkotmány ellenes a módosítás, ezért az alkotmánybírósághoz fordulnak, valamint népszavazást kezdeményeznek. A közvéleménykutatók szerint 83%-a az embereknek elítéli ezt a jogszabályt, és ezért mi azt szeretnénk, hogy ebben a kérdésben legyen népszavazás Magyarországon. A Jobbik Magyarországért mozgalom már be is adta az erre vonatkozó kérdéseket. A népszavazás során arról kérdeznék az állampolgárokat, hogy a túlóra mennyisége ne legyen több 300 óránál. Viszont nem mindenki örült a péntek délutáni tüntetésnek. Az egyik debreceni utcán működő autókereskedő emelte fel a hangját a tiltakozó tömeg ellen. Az zavar, hogy minket meg se kérdeztek erről, hogy ez a tüntetés ma itt lesz. Lehet tüntetni, lehet mindent csinálni, mert demokrácia van, de ha demokrácia van, akkor az ránk is érvényes. Úgy látom is ez egész sorra, hogy megkérdeznék a kereskedőket, hogy lesz ez a rendezvény, nem tudom hánytól, mivel semmit nem tudunk róla, és az üzletet ez nagyon komoly szinten befolyásolja. Mivel az a kereskedés előtt itt áll egy villogó rendőrautó, elállják a sort, tehát az emberek nem úgy kocsit nem jönnek ide venni, hanem innen szerintem mindenki világá menekül. A debreceni úti demonstráció délután 4 óráig tartott Nyíregyházán. 1000 fős reprezentatív kutatás szerint a tavainál 4000 forinttal többet, átlagosan csak nem 47 ezer forintot költenek a magyar háztartások az ajándékokra. A költségeket a válaszadók nagy többsége, vagyis 10-ből 8-an az aktuális havi jövedelmükből fedezik. A megkérdezettek 78%-a decemberi fizetéséből költ a karácsonyra. Második fő forrás a kifejezetten az ünnepre spórolt pénz, a hitel szerepe viszont csekély az ünnepi kiadások finanszírozásában. A tavalyi felmérés eredményéhez hasonlóan most is csak 5% azok aránya, akik kölcsönt vesznek fel erre a célra. A közleményben rámutatnak, hogy annak ellenére nőnek a kiadások, hogy a lakosság 7/10 szerint az ünnepen erősen eltúlzott szerep jut a pénznek, áll a CIP Bank megbízásából készített felmérésben. Tölgyes Dorottya nyerte az asztali teniszezők serdülő top 24 meghívásos ranglista versenyét. A nyírbátori ASA játékosa veretlenül végzett az élen a Győrben rendezett viadalom. Tölgyes Dorottya az európai ranglista 6. helyén állva kezdi majd a 2019-es esztendőt, amelyben az oszravai Európa bajnokság lesz számára az év főversenye. Az ifjúságiak között elért 6. helyezést követően saját korosztályában esélyeshez méltó módon menetelt az aranyéremig Tölgyes Dorottya a top 24 viadalon. A nyírbátori játékos a serdülők legjobbjait felvonultató győri versenyen selejtező csoportjában magabiztosan hozta mind az 5 meccsét. A főtáblán sem változott sokat a helyzet, a tornán mindössze 4 játszmát engedett át másnak a fiatal játékos, aki az aranyérem mellett 160 ranglista ponttal is gazdagodott. Nem volt olyan nagyon nehéz. Első nap egy szettet buktam, második nap kicsit nehezebb volt, mert elkaptam egy vírust, és egész nap betegen játszottam végig.
de ahhoz képest négyszettet buktam, számomra az is nagyon jó volt, meg vagyok mindennel elégedve az eredménnyel is, meg hogy mennyi szettet buktam, nekem az is tökéletes volt. A nyírbátoriak klubmenedzsere szerint a papírformának megfelelő eredmény született a győri versenyen. Dorottya eléggé kiemelkedik ebből a serdülő mezényből, de azt is tudjuk, hogy nagyon sokszor a kötelezőt szinte még nehezebb hozni, mint egy bravúrt elérni. Veretlenül sikerült neki ezt a versenyt így végigjátszania. Igazából ez a legigazságosabb verseny, mert itt minden olyan játékossal játszik, aki a magyar ranglistán az első 10-be volt. A Lacska Iris volt az egyetlen olyan hiányzó, aki ott lehetett volna még ezen a versenyen. Tölgyes Dorottya január 1-től a 6. helyen áll majd az európai ranglistán. Számára az oszlavai Európa-bajnokság lesz 2019 főversenye. Elég erős már ott az élmezőny, főleg a világranglistán, mert ott tele van ázsiaival, de az Európa ranglistán is vannak, például románok, franciák, ők is nagyon erősek, és hogyha esetleg őket meg tudnám verni, számomra az nagyon nagy büszkeség és öröm lenne. Elsősorban az Európa bajnokságon szeretnék négyben lenni, egyéniben, vagy vegyes párosban, vagy esetleg csapatban is, és ugye a többi nemzetközire is így 8 köz vagy 4-ben lenni, az is nekem nagyon nagy teljesítmény lenne. Dorottya a jövő hetet a romániai Bistrican tölti, ahol egy minden igényt kielégítő edzőközpont áll az asztrai teniszezők rendelkezésére. Karácsony után pedig a serdülő válogatott 7 játékos érkezik Nyírbátorba, hogy a hazaiak klasszisával kiegészülve készüljenek a következő év versenyeire. A tabella 13. helyén tölti a téli szünetet a megyei első osztályú Máté Szalkai futballcsapat. Az ősszel edzőváltáson átesett MMTK 4 győzelemmel, 2 döntetlennel és 9 vereséggel zárta a bajnokság első szakaszát. Tavasszal a középmezőnyt célozza meg a Máté Szalka. Az elmúlt évekhez hasonlóan mozgalmas és nem túl eredményes őszi szezon tudhat maga mögött a Máté Szalkai futballcsapat. A jövőre alapítása 100. évfordulóját ünneplő MMTK már a rajtnál beragadt az első győzelmét, az 5. fordulóban a Tiszakanyár ellen szerezte meg az akkor még Marius Botan által irányított együttes. A folytatásban sem jöttek az eredmények, a 11. fordulóban hazai pályán Csengertől elszenvedett 6-1-es vereség után pedig edzőváltás mellett döntött a vezetőség. A hátralévő 4 fordulóban a játékos edző Temfli Imre vezetésével 7 pontot szerzett a Szalka úgy, hogy a listavezető Ibrányt is legyőzte. Az egyesület elnöke szerint állhatnának előrébb is a tabellán. A csapat nem roppant soha össze, tehát nem olyan vereségeket szenvedett, amivel azonnali hatálya mondjuk az edzőt el kellett volna mozdítani a helyéről, hanem mindig ezek az egy, maximum 2 góllal, potyagólokkal, hosszabbításból gólokkal vesztettük el a mérkőzéseket, ami csak azt jelezte, hogy valami miatt nem működött ez az edző és játékosok közötti kontakt. Temfli Imrével azért egy kicsikét szerkezetileg is átalakított csapat lépett pályára, másrészt valószínűleg a motiváltság is sokkal jobb volt. Ennek hatására ugye az utolsó fordulóban be tudtuk gyűjteni a pontokat. Nagyon fájó számomra, hogy 2 olyan csapattól veszítettünk el biztos hazai pontokat, akik most a bajnoki tabellán utánunk állnak. Máté Szalkán a felnőtt csapat mellett az utánpótlás nevelésre is nagy figyelmet fordít az egyesület vezetése. A U14-es, 15-ös csapataink NB2-es bajnokságban, az U17-es, 19-es csapataink pedig az NB3-as bajnokságban szerepelnek. Ez azért fontos nekünk, mivel egy TAO-zható sportágról beszélünk. És ebben a TAO rendszerben már így félidőben ezek az említett 4 csapatból 3 előkelő helyen végzett, és ezen statisztikai alapján megalapozhatjuk a jövő évi TAO alapunkat, hiszen ez az eredménycentrikusságra épül a labdarúgásban, a TAO kiosztásoknak az aránya. Úgyhogy ezek a csapataink jól szerepelnek. Elmondhatjuk azt is büszkén, hogy évről évre újjá kell építeni ezeket a csapatokat, hiszen a Nyíregyháza, a Debrecen és a Kisvárda MB-s csapatai azért a legtehetségesebb gyerekeket ugye elszippantják tőlünk. Emellett természetesen U7-től egészen U19-el bezárólag az utánpótlás csapataink 22 csapatban versenyeznek, ez közel 200 gyereknek a versenyzését jelenti. A téli időszakban 8 Máté Szalkai futszálcsapat is szerepel a különböző korosztályos bajnokságokban. A felnőtt együttes január 10-től a megye legnagyobb teremtornáján, a Máté Szalkai Szizókupán lép pályára, majd 15-én elkezdődik a felkészülési tavaszi szezonra.
Most pedig híradunk végén jöjjenek legfontosabb hírei még egyszer röviden. Novák Katalin még mindig a Család című programsorozat Máté Szalkai záró rendezvényén kiemelte, a kormány 2010 óta közel duplájára növelte a család támogatásra szánt forrásokat, a különböző szociális, szabadidős és gazdasági programokkal pedig erősítik a családbarát ország képét. Az államtitkár úgy fogalmazott, intézkedéseikkel a népességfogyás megállítását és a gyermekvállalást is segíteni szeretnék. Mintegy 900 millió forintnyi fejlesztés történt ebben az évben Apagyon. A mezőgazdasági szakemberek számára hűtőházat építettek, egy helyi piac kialakítását is elkezdték, kondiparkot adtak át, és az általános iskola is korszerűsödött. A község egy több mint 300 millió forintos topos forrásból ipari területet fejleszt a jövőben, amely a munkahelyteremtést is elősegíti majd. Még szerdán fogadta el a parlament azt a módosító javaslatot, amelynek értelmében 400-ra nőtt az elrendelhető túlórák száma. Az ellenzék által rabszolgatörvénynek titulált módosítás ellen több város után a Szabolcsi megyeszékhelyen is tiltakoztak. A tüntetők Nyíregyházán a Debreceni út kivezető szakaszára vonultak ki pénteken déltől 16 óráig. Önök a Költség Televízió iradóját látták december 14-én pénteken. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk. Hétvégén pedig heti hírösszefoglalónkat, a Krónikát láthatják. Tudósításainkat internetes oldalunkon is elérik. Én köszönöm figyelmüket kollégáim nevében és viszontlátásra. Holnap havazásra lehet készülni. Szombat estig egy mediterrán ciklon áramlási rendszerében nagy nedvességtartalmú, hideg levegő érkezik fölénk. Az éjjeli órákban már mindenütt borult lesz az ég, de a havazás dél felől csak reggel éri el a térségünket. Az északkeleti szél megélénkül, reggelre általában mínusz 3 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben túlnyomóan borult lesz az ég. Egész nap havazás várható. Az északi, északkeleti szél főként a nap első felében lesz élénk. Délutánra mínusz 1 fokig emelkedik a hőmérséklet. Szombaton kettős front hatásra számíthatunk. Vasárnap még számítani lehet gyengülő intenzitású havazásra, majd hétfőn egy újabb nedves léghullámból ismét előfordulhat hószálingózás, havazás. A következő napokban felhős, párás idő lesz a jellemző, és tartósabb kötfoltok is várhatók. Csípős éjszakákra van kilátás, a maximum hőmérséklet is csak fagypont körül alakul.